Ha jól tudom, Bogi, 3 éve mondtál igent az esküvő szervezésre, hogyha élhetek ilyen hasonlattal, de mi volt az, ami miatt úgy döntötte, hogy ezt szeretnéd, hogy az esküvő szervezés az életed részévé váljon, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni? Igazából mindig is nagyon közel álltak hozzám az esküvők, de rendezvényszervezőként kezdtem el az elején tevékenykedni, és egy véletlen folyamán úgymond az életem az esküvők felé sodródott, és az első esküvőnél azt éreztem, hogy nekem itt a helyem, nekem ezt kell csinálnom, és azóta is minden esküvő alkalmával, ami boldogságot a párral, illetve a násznéppel átélhetek, az mindig egy nagyon pozitív élmény számomra is, és újabb erőt ad ahhoz, hogy a következő párral, a következő esküvőt együtt megszervezhessük. Úgyhogy úgy érzem, hogy megtaláltam álmai munkáját. A vlogadásaimban ugye szeretnék egy kis néhány tippet, tanácsot adni a pároknak, akik esküvőre készülnek, és pont ezért most ez lenne a kérdésem, hogyha elszánták magukat, hogy megszervezik az esküvőt, de úgy érzik, hogy mégis szeretnének segítséget kérni valakitől, egy tapasztalt esküvő szervezőtől, akkor mik azok az ismérvek, ami alapján esküvő szervezőt keressenek? Ki az, aki megfelelő lehet a számukra? Hát az első és legfontosabb szerintem, hogy nézzék meg az esküvőszervezőnek a honlapját, Facebook oldalát, Instagram oldalát, és ha az alapján szimpatikus, akkor mindenképp egy személyes találkozót, vagy egy Skype hívást mindenképp kezdeményezzenek vele. Én is ezt mindig ajánlom, hogy beszéljünk, megnézem, hogy mit szeretnének, mik az elképzeléseik, és akkor ez alapján le tudják szűrni, hogy ők el tudják képzelni az adott szervezővel azt az akár egy-másfél éves szervezési időintervallumot, mert nem mindegy, hogy egy olyan szervező van, aki esetleg nem is szimpatikus nekik. Említetted ezt az egy-másfél éves időintervallumot. Mit javasolsz, mennyi idővel az esküvő előtt keressenek meg téged a párok? Hát a legtöbb pár általában egy évvel az esküvő előtt keres meg engem, de például volt olyan pár most idén, akiknek 2 hónap alatt kellett megszerveznem az esküvőjüket. Nem lehetetlen, meg tudtuk csinálni, de azért az egy év sokszor ahhoz is kell, hogy azok a helyszínek, illetve szolgáltatók, akik már nagyon felkapottak, azok lehet, hogy már akár egy-másfél évvel az esküvő előtt foglaltak, úgyhogy én azt mondom, hogy egy évvel az esküvő előtt azért érdemes elkezdeni a szervezést. És ha megtalálták a tökéletes esküvő szervezőt, mondjuk megtaláltak téged, akkor mik az első lépések, hogyan kezditek el szervezni? Az első lépés az általában a helyszín, illetve a dátum kitűzése. Hogyha ezek megvannak, akkor azokat a szolgáltatókat foglaljuk le, akik úgymond a legfontosabbak, tehát gondolok itt a zenekarra, a ceremóniamesterre, fotós, a DJ-re, és ezután megyünk át a különböző kiegészítő dolgokba, mint a dekoráció, tortakóstoló, menükóstoló, ruhaválasztás, tehát folyamatosan szépen felépítjük az egész szervezést az esküvő napjáig. Tehát az esküvő előtt ezekkel foglalkoztok. Mi a szereped a nagynapon? Hát a nagynapon általában a menyasszonynál kezdem a napot, a készülődésnél, ott átadom neki a csokrot, kitűzőket, megnézem, hogy minden rendben megy a készülődésnél, és utána a helyszínen már ott vagyok az építésnél, tehát amikor a dekorációt építik, az ültetőkártyáknak az elhelyezése, a különböző kellékek, akár a szertartáshoz, ceremóniához, ezeket mind én szoktam intézni, illetve hogyha bármi olyan extra kívánság van, akkor azt én természetesen leveszem a család válláról, és ezeket nem nekik kell elkészíteniük. Illetve ami nagyon fontos, hogy ezen a napon én vagyok a párnak a szeme és füle, úgyhogy ha bármi történik, akkor én azt ott vagyok, és tudom koordinálni. Sokan gondolják úgy, hogyha mondjuk egy nagy esküvőt szerveznek, tegyük fel 100-150 fővel, ahol nyilván sok szolgáltató, akár 6-8 szolgáltató is részt vesz, akkor fontos, hogy legyen egy esküvőszervező, aki kézben tartja az egész folyamatot, de ajánlod-e egy kisebb létszámú, kevesebb szolgáltatóval rendelkező esküvőre is az esküvőszervezőt?
Igen, mindenképp. Egyébként volt már tavaly egy olyan esküvőm, ami 40 fős létszámú volt, és körülbelül 20 fő szolgáltató volt, úgyhogy ez nem feltétlenül igaz, hogy kevés szolgáltató jár a kevés létszámú esküvőkhöz, de egyébként ott is jó, hogyha van, ami kevés létszámú, kis létszámú szolgáltatói csapattal, mivel mégis egy kézben van az egész esküvő, ott sem kell a párnak semmivel sem foglalkoznia, és tényleg ugyanúgy egy nagy létszámú esküvőnél és egy kis létszámú esküvőnél is megvannak ugyanazok a buktatók. Tehát én azt mondom, hogy ott is mindenképp jó olyan az esküvőszervező. Ha egy tanácsot mondhatsz a 2019-ben esküvőre készülő pároknak, akkor mi lenne az az egy tipp, amit meg kellene fogadniuk? Szerintem az a legfontosabb, hogy ne stresszeljék túl sem a szervezés, sem az esküvő napját, mivel ezzel el tudják rontani. Próbálják megtalálni a megfelelő szolgáltatókat, mivel ez egy egyszeri alkalom, megismételhetetlen, és nagyon fontos, hogy aznap minden az elképzeltek szerint alakuljon úgy, ahogy ezt ők megálmodták. Szerinted mi a jó esküvő receptje? Szerintem az a legfontosabb, hogy a pár szeresse egymást, és ezen a napon azok legyenek ott, akik fontosak számukra, akik szeretik őket, és akkor biztos, hogy egy nagyon jó buli kerekedik a végére, hiszen ők azért vannak ott, hogy megünnepeljék ezt a szép napot. Nem tudom, hogy elárulhatom el a nézőknek, hogy férnél vagy te is. És viszont azt áruld el nekünk, hogy az esküvőszervezővel szervezteti meg az esküvőjét, hogy levegye a saját várára terhet, vagy szeretné ő maga kézben tartani a saját nagy napját? A saját esküvőmet is nagyon gyorsan kellett úgymond megszerveznem, tavaly 2 hónap alatt sikerült. Saját magam szerveztem meg, de igazából a nagy napon kértem az egyik kolléganőmet, hogy segítsen a levezénylésbe, és én aznap már nem szerettem volna semmivel se foglalkozni, úgyhogy ő ott volt, mi tényleg át tudtuk élni az esküvőnk minden percét, és én azt mondom minden párnak, hogy aznap próbálják meg tényleg átélni és megélni azt a napot, mert nagyon gyorsan elmegy, úgyhogy ezzel mi is így voltunk, és tényleg nagyon jó volt így utólag is. Nagyon köszönöm, Bogi, hogy beavattál minket az esküvő kulisszatitkaiba. Hogyha tetszett az adás, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket az Instagramon, és ne feledjétek, jövő héten újabb adással jövünk. Addig is szép napot, sziasztok! Sziasztok!